Üdvözlök titeket nagyon-nagyon sok szeretettel ezzel a csatornán, én Géro vagyok, és hát ebben a videóban most nem játszani, most semmi olyan dolgot nem fogunk csinálni. Igazából ez egy ilyen helyzetjelentős, vagy hát nem is inkább úgy mondom a helyzetjelentős, hanem inkább egy ilyen, hát hogy is fogalmazom, ilyen segítségkérő videó lenne. Amivel egyébként nem biztos, hogy tudtok segíteni, vagy valamelyik őtök is, mert már egyébként nagyon sok embertől, ilyen nagyobb embertől, aki érte ez a dologhoz, kérdeztem, és ő nem tudta rá választ, hogy hogyan kell erre a dologra viselkedni, hogy hogyan kell megoldani ezt a problémát, igazából nem is tudom. Hát egyébként hogy is kezdjem, ugye elkezdtem erre a YouTube platformra gyártani ilyen videókat, amit ugye valaki szeret, valaki nem. Na mindegy is, ugye szépen gyűltek ugye a dolgok, stb. Egy időben minden rendben volt a csatornán, igazából. De utána, amikor már egy ilyen kicsit, hogy nem is úgy mondom, hogy nagy, hanem úgy mondom nagyobb, mert hát másszor nem tudom kifejezni, nagyobb nézettségre, vagy nagyobb nézettség lett a csatornám. Utána egy idő után először elkezdődött olyan dolgok, hogy egyszerűen így eltűntek lájkok vagy nézettségek a csatornán. Igazából ez nagyon sok embernél előfordult amúgy, tehát az egyik barátodnál is előfordul, csak neki a feliratkozóknál volt így, hogy eltűnt egy bizonyos összeg, de tehát nem is az, hogy ilyen 1-2 feliratkozó, mert az még hagyján, az nem is lenne probléma, hanem van olyan ilyen 20-30, akár 60 darab eltűnik, csak nekem ugyanígy van, csak nekem a lájkokba. Valakinek, például valakinek a feliratkozó, a nézettség vagy a lájk, nekem igazából még a feliratkozókkal így nem volt problémám, hogy így eltűnt, vagy egyszerűen nem találtam, de viszont a lájkokba eléggé erősen ott van ez a dolog. De tudjátok, hogy meg is mutatom nektek, igazából a képekbe fogok mutatni. Most szerintem megmutatom itt a legutolsó videómat, például ezt a pózos okasága yoga challenge-et. Ugye mármint ugye az ember most rákattint a videóra, azt látja, hogy 27 darab like van rajta. De most bemegyek az alkotói stúdiómba, ami igazából az a stúdió az, hogy bemutatja hivatalos dolgokat, hogy mi mennyi van rajta. És amint itt látjátok, itt azt mutatja, hogy 56 like van, ami ugye ez nagyon nem egyenlő, mert ugye olyanról volt már szó, meg olyat írtak, hogy esetleg, hogy később visszaadják, hogy ellenőrzik, hogy nem valami hamis dolog. De tehát nekem van olyan videó, ami már 3 hónapja ilyen, és mindig elveszi. Ja, meg ugye a nagyobb probléma az, hogy először kezdte ilyen pár darab ilyen 10 lájkokkal, aztán már volt olyan, hogy 20, már 30, már most volt olyan videó, amelyiken 60-at izé, vagy nem tudom én mennyi eltűnt. És hát ugye ez nem a legjobb, mert most egy ember rákattint egy videóra, azt látja. De persze én nem vagyok tehetetlen, nem azt mondom, hogy ez olyan nagy probléma, mert ugye aki szereti a videóimat, ha már van olyan, aki szereti a videóimat, az így is úgy is fogja nézni, meg szereti. Csak hát akkor is most, akkor is jobban esik az, hogyha én most azt látom, rendes like összeget látom a videómon. Vagy meg ugye ezek a feltételezések voltak ugye bár, hogy megnézik azt, hogy nem véletlen hackelt a like-ok, de én szerintem ez nem ez van az én történetemben, hiszen nagyon nem vettem észre, hogy hackek lennének rajta, meg akinek elvették a barátomnak a feliratkozóit, annak visszaadták egy részét, amelyik nem ilyen kamu volt, tehát neki visszaadták egy hét alatt, nekem meg volt olyan, van olyan, hogy már 3 hónapja fent van a videón, és nem adják még vissza, de viszont az eredeti like összeget megmutatják. Szóval, ja, tehát itt most gyorsan bemutatok nektek például a pár videót, például itt van a Fortnite Dance-nek a második része, most rákattintok, azt látom összesen, hogy 32 like van ugye a videón, és hogyha meg rámegyek, vagy visszamegyek az alkotói stúdióba, ami hamarosan megtörténik. Na, tehát visszament az alkotói stúdióba, még összesen 88-at mutat. Tehát amit ha kiszámolok, az olyan 56 like a különbség, és hát azért, tehát nem tudom, én nekem így szarul esik, vagy hogy is mondjam. Tehát amúgy annyira nem gond, csak azért, hogyha véletlen valaki tud ebben segíteni, azt nagyon megköszönném. De egyébként itt van, megmutatok például pár videót, például a Boldog Karácsony mindenkinek. Annak is eredetileg 85 like van rajta, de hogyha rámegyek, csak 63-at mutat. Ez még a jobbik eset, mert itt csak 20-at vett el, de például itt a Fortnite Dance másik résznek már 53 like-ról beszélünk, és nem látok ebben a javulást, mert mindig egyre többet veszel. Tehát most megnézzük például a szülői típus videómat, 63-at mutat, de eredetileg 83 van, tehát itt 20 darabot vett el, vagy megnézzük például az ízed fel a Facebookon videómat, amit egyébként ha nem láttatok eddig, akkor nézzétek meg, nem fogok érte megharagudni. 72 lájkot mutat, és,
és eredetileg meg 103 like-on. Tehát azért mondom, tehát nem olyan vészes ez a dolog, csak azért mégis jobb ránézni a videómra, vagy más ember jobban néz rá, hogyha 100-at lát, mint hogy 73. Jó, persze, az saját, meg mondom, tehát én nem tehetetlen vagyok, mégis örülök ennek az összegnek. De például a legjobban, onnan kezdődött el amúgy, mióta felraktam a Fortnite Dance-nek az első részét, ugye itt az a videóm lett a legnépszerűbb a csatornámon, 885 tekintésen, dinnyel is nagyon köszönök mindenkinek, és innenstől kezdve kezdődött el az, hogy szinte az összes videómból elvette a lájkokat, meg utána visszamenőleg is, tehát amelyik ilyen régi videóim, amik ilyen 20 lájkot értek el, azokkal semmi probléma nem volt, de amelyik már ilyen elért ilyen 60-70-et, azoknál elég sűrűn előfordult. Tehát volt olyan is volt, hogy először elvett 20-at, aztán egy 5 óra múlva még elment még 30-at, mint például a Fortnite-osnál szerintem pont annál volt. És így visszamenőleg is pár videómtól elvette, fogalmam sincs, hogy miért. Biztos jó esett neki. Igazából mondom, tényleg, tehát nem olyan nagy probléma, elnézést kérek, hogyha valaki ezt hülyeségnek tartott, hogy megcsináltam ezt a videót, de hogyha mégis van olyan valaki, aki tudna ebben segíteni, bár mondom, nem biztos, mert nagyobb emberek se tudnak ezen mit csinálni, meg másokkal is előfordul. De ott is hallottam, hogy már visszakapta, én meg nem tudom miért, tehát hogyha kamu lenne, akkor innen is elvenné nekem a alkotó stúdiómban a lájkszámokat, nem csak a rendes videók alól. Meg hát, tehát értem, tehát hogy valaki tud ebben nekem segíteni, azt nagyon szépen megköszönöm. Bár mondom, majd kiderül. Még mondom, tehát nem olyan nagy probléma ez, nem tudom, hogy egyára mondom, de tényleg nem nagy probléma, csak azért szarul esik, tehát, hogy megdolgoztam, és hát mondható így, hogy megdolgoztam érte, már úgy nem szeretem ezt a szót, mert igazából sok minden nem csináltam még, de mindegy. Fogalmazok így, hogy most érthetően el tudjam magyarázni. Összeszedtem 100 lájkot a videóra, és akkor a YouTube egyszerűen elveszt 60-at vagy valamennyit. És hát ugye ez eléggé szarul esik. Mint például itt is, itt van a híradó paródia videóm, amit ugye nem lett annyira jó, én szerintem mégis elég nagy nézet. Hát nagy, úgy mondom, én számomra az én csatornámhoz híven nagy nézettséget érte. 95-öt mutat, de eredetileg 116 darab like van rajta. Szóval igazából tényleg fogalmam sincs, hogy miért csinálj eztet, de én ezt most le is zárnám, csak ezt akartam elmondani nektek, hogyha esetleg valakit érdekelt, bár nem tudom. Na de mindegy, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a ilyen panaszkodó videót, vagyis hát nem panaszkodó, mert mondom, nem baj, csak hogy elmondtam, hogy ez a helyzet, mert volt egy ember, aki már rám írt többször, hogy miért van az, hogy először láttak 50 lájkot, azt a hirtelen lement 6-ra. És hogy ezek az emet már, nem is tudom, ha összeszámolom, azt hiszem 15 ember, aki kérdezte, és nem akartam, hogy még több ember kérdezte. Szóval igazából ez a helyzet, ez történt, hát ez van, nem tudok vele mit csinálni. Igazából csak azt kérem, hogy nézzétek végig a videót. És lájkoljátok is, figyeljétek, hogyha itt is ez fog történni, mert szerintem tuti így fog, bár nem tudom, ez nem olyan érdekes videó, nem tudom mennyien fogja megnézni, de hogyha véletlenül ez is elér olyan több lájkot, akkor nézzétek, mi fog vele történni, hogy tényleg nem hazudok, meg itt be is bizonyítottam. De mindegy, gyerekek, ennyit is szerettem volna közölni veletek ebben a videóban. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek, és ha valaki tud segíteni, annak még duplán köszönöm, meg még nem is tudom én, mit csinálok vele. Mármint nem rossz értelemben, jó értelemben. Na, ennyit is akartam volna mondani, akkor sziasztok!